Ha feliratkozol, vagy már fel is iratkoztál a csatornára, kérlek, a csengőt állítsd be úgy, hogy értesítést kapj az új videók megjelenéséről. Köszönöm! Ha Málta fővárosába vet a sors, és nem muszáj, akkor ne bérelj kocsit! A buszozás nem lesz egy leányálom, de nagyon nem. A busznak a megállóban állva integetned kell, hogy megállj. Ugyanúgy, mint Angliában. 21 euróért vehetsz egy 7 napos buszjegyet, amely az egész ország területén szinte valamennyi buszjáratra érvényes. A buszvezetők vezetési stílusa minden kritikán aluli. Viszont a buszon töltheted a telefonodat, és minden buszon van nyilvános wifi, amely kifejezetten jól működik. A légkondicionálás vagy veri rád a jéghideg levegőt, vagy olyan forróságot csinál, hogy leizzadsz és alig kapsz levegőt. A busszal természetesen ugyanúgy állhatsz 20 percet egy pár kilométeres szakaszon, mint ha kocsit béreltél volna. De legalább nem kell vezetned ebben az idegölő közlekedésben, hogy a parkolási nehézségekről ne is beszéljek. A buszok 30 centivel keskenyebbek, mint nálunk, és nagyjából 3 méterrel rövidebbek is. Az ülések kicsik, és a buszfolyosón két ember nem fér el egymás mellett, ami a tömött buszból való leszálláskor nagyon problémás tud lenni. Mivel a buszoknak vagy egyetlen egy ajtaja van, vagy kettő. Hátsó ajtó nincs. Csuklós buszok pedig egyáltalán nem is léteznek. A buszokon bizonyos napszakokban hatalmas tömeg van, és ha a buszvezető úgy dönt, hogy a buszon már túl sok az utas, és éppen senki sem akar leszállni az adott megállóban, akkor hiába integetsz a busznak, mert nem fog megállni. És ez előfordulhat akár két egymást követő buszjárattal is. Ha a busz hosszas dugóban áll, a vezető akkor sem nyitja ki az ajtót és engedi leszállni az utasokat, akiknek esetleg csak néhány métert kellene megtennie az úti céljukig. Legalábbis én ilyet nem láttam. Annak ellenére sem, hogy az utasok kiabáltak a vezetővel, verték az ajtót, sőt, még a vészjelzőt is megmondták. Ha pedig az esti órákban esetleg egy rendezvény van a fővárosban, akkor buszok tucatjai állnak egymás mögött, és haladnak lépésben, ha egyáltalán haladnak. Ilyen eset volt például az ezévi karnevál. Én nem tudom, hogy a riói karnevál milyen lehet, de Máltán a karnevál abszolút fantasztikus és magas szintű volt. A buszdugók előfordulhatnak egyébként akár egy tüntetés alkalmával is. Máltán a lakosság 95%-a városokban él. A népsűrűség extrém magas, 1400 ember él egy négyzetkilométeren, és rengetegféle nációt fújt össze a szél. A turistákat leszámítva nagyon sok az angol, az arab, főleg a szír, de ugyanúgy sok az olasz, az indiai, az ázsiai, de a német és a görög is. Ezzel szemben több mint 400 ezer máltai él külföldön. Valletta belvárosa rendkívül hangulatos. Tele bárokkal, éttermekkel, bisztrókkal és kocsmákkal. Sétálhatsz kis utcákban, sikátorokban, amelyek több irányban is levezetnek majd a tengerpartra. Bármire támad gusztusod, mindent meg fogsz találni. A török éttermektől kezdve, a pizzériákon keresztül, a klasszikus kávéházakig és az ír kocsmákig. Van
Valletta annyi történelmi látványossággal rendelkezik, hogy azt nem könnyű szavakba foglalni. Nehéz úgy megtenned akár 50 métert, hogy ne látnál valami teljesen lenyűgözőt. A panoráma csodálatos. Partról partra járhatsz, akár ilyen gondolaszerű motoros csónakokkal 2 euróért fejenként, vagy felülhetsz egy nagyobb hajóra, amely 9 euróért végigvisz az összes kikötő. Ahead of us we can see the capital city Valletta, which is a fine example of a fortified Renaissance city. We are exiting Marsamshetta Harbour, which means Saint Harbour, on the right, the fortifications and the coastal town Valletta's great siege road. Ha egy nagyobb hajótúrára vágysz, az 30 euróba fog kerülni. A hajó átvisz Gozóra, Málta másik nagyobb szigetére, amelynek hossza 14 kilométer. Gozón 2 órát tölthetsz el a Victoria nevű fővárosban. Victoria szintén egy igen érdekes város, kis utcáival, sikátoraival és történelmi építményeivel. Gozó szigetén egyébként mindössze 32 ezer ember él. Ebből 1200-an dolgoznak a mezőgazdaságban, és mégis képesek Málta 60%-át élelmiszerrel ellátni. A nagyobb utakon a közlekedés viszont ugyanolyan heves, mint Málta. Gozót elhagyva, a hajó kiteszi az utasokat a Comino nevű kis szigeten, amely egy nagyon látványos hely. Comino szigetét elhagyva, egy gyönyörű partmenti szakasz mentén haladva, a hajó visszaérkezik Vallettára. Vallettától északnyugatra Saint Julian's város és környéke egy frekventált hely pezsgő élettel és érdekes partokkal. Innen tovább haladva, északnyugati irányba pedig elérkezel Bujibba városába, amely abszolút nem egy luxus hely, viszont szintén érdekes partok vannak, és egy remek török éttermet is fogsz találni. Kitűnő árakkal.
Budzsibbából a főváros felé érdemes olyan útvonalat választani, amely nem a tengerparton, hanem a sziget belsején keresztül visz vissza. Így megint sok látnivalóban lesz része. Vallettáról ezúttal déli irányba indulva érdemes megnézni egy Blue Grotto nevű partot. Az út Paola, Tarsien és Birze Budja városokon keresztül optimális a látnivalók szempontjából, amelyek közé ezt a helyi benzinkutat is sorolni szeretném. Aztán tipikus falusi máltai kőkerítések mentén sétálva megtalálod a Blue Grotto sziklás partjait. Itt behajózhatsz tengeri barlangokba, és attrakcióként fotózkodhatsz különböző madarakkal is. Hadd mutassam újra nektek Valletta partjait és utcáit. Valamint szeretném megmutatni a Szent János katedrálist is, amelynek, ha 17 óra 45-kor mise időben az oldalsó bejáratához érkeztek, megtakaríthattok magatoknak 15 euró belépőt, amelyet napközben elkérnek tőletek. Truly yours! Thank you.